Intenzív szerb nyelv tanfolyam kezdődött Magyar Kanizsán a harmadik osztályt befejező középiskolás tanulók számára a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj programjának keretében. Az oktatás során a tanárok elsősorban a diákok kommunikációjának fejlesztésére fektetik a hangsúlyt. Az első két hétben a diákok tantermi foglalkozáson vehetnek részt Magyar Kanizsán, majd egy héten keresztül az újvidéki Európa Kollégiumban folytatják a nyelvi képzést. A mostani kurzuson 13 tanuló van jelen. Hát az elején most ismétlünk, amit már ők átvettek elemiben, középiskolában ezt átismételjük, hogy aztán tudjunk építeni a következő szintre, tehát itt a cél ugye az a beszédközpontúság, illetve hogy a mindennapi életben ők föltalálják magukat, illetve hogy könnyebben boldoguljanak az egyetemi tanulmányok alatt. Én azt hiszem észre, hogy sokan bátrabban állnak hozzá a nyelvhez, tehát bővül a szókincsük, illetve pozitív visszajelzéseket kaptunk eddig mindig az évek során. Azért jelentkeztem erre a kurzusra, hogy könnyebben feltalálhassam magam a saját országomban, és hogy a szülőföldemen tovább tanulhassak. Hát igazából az átlagom az mindig 5-ös volt, és én úgy érzem, hogy egész jól állok a szerb nyelvvel, de azért nem árt egy tanfolyam, tehát lehet fejleszteni még a tudásomat. Hát főleg a beszédre fektetjük a hangsúlyt, tehát nagyon fontos a beszédgyakorlat, és szerintem így a legkönnyebb megtanulni egy nyelvet.